Hangosan szurkolnak társaiknak a gyerekek a Bonyhádi Széchenyi Általános Iskola úszodájában. A Városi Úszó Diák Olimpia részeként rendezték meg a versenyt. A megmérettetésre számos környékbeli település iskolájából érkeztek diákok, akik 4 korcsoportban különböző versenyszámokban 50 és 100 méteren mérték összetudásukat. Bonyhádról nagy létszámban a Petőfi Sándor Evangélikus Iskolából, illetve a házigazda Széchenyi Általános Iskolából jöttek gyerekek. Német Bora 4 éves kora óta úszik, erre a versenyre heti 4 alkalommal készült. Hát a gyorsba és a mellbe, mert abba szeretnék úszni. Szintén kiskora óta úszik Báter Anna, aki ezen a versenyen 50 méter mellen és 50 méter háton úszott, és versenyen kívül még 50 méter gyors úszásban is szelte a medence vizét. Már 5 éves korom óta versenyzek, és hát nagyon szeretem a versenyeket, meg az időmet is. A megmérettetést a 2022-es tanév Városi Úszó Diák Olimpia részeként rendezték meg. A versenyt 2 év kihagyás után idén össze tudták megszervezni. 19-ben még megtartottuk a Városi Diák Olimpiát, ez 2 év kihagyás után most újból meg tudtuk rendezni. Debrecenben lesz majd az Országos Diák Olimpiája, országos verseny, ahová innen az egyénikből az első helyezettek, illetve ezután a megyei diákolimpia lesz majd, január 18-án. Erről a városi versenyről az egyéni versenyszámok első 2 helyezettje jut tovább, valamint a váltóversenyek első helyezettjei, és a januári megyei diákolimpián ott az első helyezettek jutnak csak be a debreceni országos diákolimpiára. A pillangóúszás kivételével mindhárom úszásnemben teljesíteniük kellett a gyerekeknek. Az alsós évfolyamban 50 méteres számok voltak, a felsős évfolyamban 100 méteres távot úsztak a diákok. Alsóban együtt van az A kategória meg a B kategória, tehát ott nincsen különvéve. A felső éveseknél ott B kategóriát, tehát B kategóriás versenyzők, akik nem leigazoltak, azoknak ez a versenyzése. Gulyás Péter testnevelő tanár elmondta, hogy igazán alsó osztályban népszerű az úszás, a nagyobb gyerekek már nem szívesen mennek edzésekre, ez alól kivételt képeznek azok, akik elhivatottak a sport iránt. 5.-6.-ig nagyon népszerű az úszás, ott a szülők is támogatják, és a gyerekek is szívesen járnak, ott nincs gond, ott rengeteg versenyző van, 7.-8.-ban már 1-2 versenyző van csak. Vannak, akik régi versenyzők voltak, úsztak 5-6 évig, és most erre a versenyre, 100 méterre még eljönnek és megmérettetik magukat ezen a versenyen. Vannak, akik heti 5 edzésre járnak, vannak, akik csak 3-ra, tehát heti 5 edzésre mindenkinek van lehetősége, hogy járjon. Ebből nem mindenki él ezzel a lehetőséggel, nagyon sok más programokra mennek el, mint grafika, tánc, kosárlabda, atlétika, úgyhogy sportos iskola, de a úszása főleg a 5.-6.-ig van jelen, 7.-8.-ban inkább már elvétve csak a legszorgalmasabbak, legtehetségesebbek maradnak. A diákolimpia keretein belül a Bonyhádi iskola diákjai röplabdával, atlétikával, labdarúgással, kosárlabdával indulnak a városi, megyei megmérettetéseken, ahonnan jó eredmény esetén egyenes út vezet az országos döntőig.